Az első tengerentúli szavazók már szombaton este leadhatták voksaikat a francia elnök választás második fordulójában. A legutolsó közvéleménykutatási adatok Macron elnök győzelmét valószínűsítik. De igaz az is, hogy Le Pen szélsőjobboldali pártja még soha nem volt ennyire közel a hatalomhoz. A távolmaradás arányát szakemberek még magasabbra jósolják, mint az első fordulóban. Akkor a szavazókorú állampolgárok 26,31%-a maradt otthon. A távolmaradók aránya a második fordulóban akár a 28%-ot is elérheti. Ugyanígy rekordmagas lehet az üres vagy érvénytelen szavazólapok száma. 2017-ben már előfordult, hogy franciák milliói elmentek szavazni, de nem voltak hajlandók választani a két jelölt közül. Csak úgy, mint 5 évvel ezelőtt, a 48,7 millió francia szavazónak most is két egymással gyökeresen ellentétes program közül kell választania akkor, amikor az Európai Unió határainál háború dúl.